18 fiatal játékos hagyta el az ISK Csíkszereda jégkorong csapatát. Ez volt az elmúlt évek legnagyobb eligazolási hulláma a csíki jégkorong utánpótlásban. Az 1999-es születésű játékosok többsége Győrbe igazolt, de mentek Székesfehérvárra és Debrecenbe is. Újdonság, hogy ezúttal távozott a korosztály edzője, Antal Károly is, aki szintén Győrbe igazolt. Az eligazolási hullám alól a Gyergyószentmiklósi ISK sem kivétel, onnan 6-an távoztak. A szakemberek szerint az ok az, hogy külföldön nagyobb a fejlődési lehetőség, mint itthon, de ezáltal a hazai jégkorong gyengül. Újabb ezüstérmet nyertek a romániai cselgáncsozók az Astanai világbajnokságon. Karina Caprioriu az 57 kilós súlycsoportban állhatott dobogóra, nála csak egy japán dzsúdós volt jobb. Déva nyerte a teremlabdarúgó szuperkupát. A tegnap esti döntőben a marosvásárhelyi Citias hosszabbításban kapott ki. Végig a marosvásárhelyi Citias uralta a találkozót, a dévaiak csupán ellentámadásokra tudtak építkezni, de azt jól csinálták és gólokat lőttek. A találkozó vége előtt a Citias kiegyenlített és jöhetett a hosszabbítás, amely botrányba fulladt. A bíráskodás, amit leműveltek, én azt mondom, hogy ez a legcsúfabb élmény Romániában, mint történt a tegnap, mert csomag üres kapuba labdát felőfejeli, azután fautot adnak, szabályos gócugunk, még volt már 15 másodperc, a főbíró megadja a gócs, a másik bíró rá 5 másodpercben hentet, az úgy rúgták ők a 10 méteres, abban berúgták és úgy nyerték meg a meccset. Én azt mondom, hogy igazságtalan. Déva akárcsak tavaly, idén is legyőzte riválisát a szuperkupában, ez pedig azt mutatja, hogy idén is érdekes bajnokságnak nézünk elébe. A teremlabdarúgó bajnoksága hétvégén rajtolt.